Igazi nagy üzem van a héten a teremfociban, a Continental Arénában rendezik a Kelet-Magyarország Eisman kupát, melyre 32 csapat nevezését fogadták el a szervezők. Ezúttal nemzetközi lesz a torna, és több gárda is szeretett volna még részt venni, de ők már csak tartalékként indulhatnak. Eredetileg 60 méteres pályán játszottak volna a csapatok, de végül módosítottak a kiíráson. Maradunk a kézlabda pálya méretnél, tehát a 40x20 méteres pályán, 5 plusz 1 játékossal, de viszont 5x2-es kapukkal. Ugyanúgy nagyon sok gól fog esni ezen a tornán, hiszen kisebb lett a pálya, de nagyon élvezik a játékosok. Ugyanúgy két játékvezetővel fogjuk bonyolítani a tornát, érdemes lesz kilátogatni, pörgős lesz, nagyon látom a nevezésekből, hogy nagyon sok olyan játékos is itt lesz, akikért érdemes kilátogatni, de itt lesz a Nyíregyházi városi bajnokság krémje is, hiszen nagyon sokan neveztek a bajnokságból. Csütörtöktől már folytatódnak a küzdelmek a Nyíregyházi Sportcentrum Intersportvárosi Terembajnokságban is. Itt minden héten a BEM iskolában rendezik a találkozókat. A bajnokság február végéig tart, ekkor egy szuper döntő zárja a sorozatot a 8 legjobb csapat részvételével. A döntő után nem sokkal folytatódik a szabadtéri szezon a városi stadion salakpályáin.